Csalóköz, a Felvidék éléskamrája. Lakóinak többsége már évszázadok óta mezőgazdaságból él. Nincs ez másként a vág mellett fekvő Gultán sem, melynek egyik utcájában bújik meg a Georgina sajtmanufaktúra, amit a helyi Nagy Veronika alapított férjével. Férjem pedig, mivel borász, az ő ötlete volt az, hogy ha már van saját borunk, akkor nem próbálnánk-e meg saját sajtot is készíteni a borok mellé. Ez így jól hangzott, de ez nagyon hosszú és rögös út volt, rengeteg kudarccal, próbálkozással, kísérletezéssel, de nagyon megszerettem ezt a tevékenységet, és aztán fokozatosan kialakult, hogy ez lett a fő foglalkozásom. A sajtkészítés hosszú és összetett folyamat, minden lépését Veronika felügyeli. De hogyan is készül a sajt itt Gultán? Az első és legfontosabb lépés a minőségi alapanyagok beszerzése. Szia, Tomi! Szia! És már itt is vagyunk a közelben található Mardosi Kecskefarmon. A tulajdonos Tamás már 2 éve foglalkozik ezekkel a kis állatokkal, nagy szeretettel gondozza őket. Első kecskéi annak idején még Veronikánál legelésztek, ma már az állomány közel 40 kecskéből áll. Adódott egy lehetőség, Gultán nyílt egy sajtüzem, onnan volt az állomány is aztán, vagyis onnan lett hozva az állomány Veronikától, és adódott ez a lehetőség, hogy összedolgozzunk, és odaszállítom most a kecsketejet. Várunk vele, aztán beletesszük a keverőlapátot. Felvidéki magyar tejből helyi magyar sajt készül. Veronika itt éppen a tejet melegíti, ami a sajtkészítés első lépése. A közelben azonban már a kész sajtok is sorakoznak, arra várva, hogy bekerüljenek az érlelőbe. Ide hozzuk felületkezelni és érlelni a félkemény és kemény sajtokat. Itt már a kész sajtokat látjuk, amelyek akár több hónapig is az érlelőben pihennek, hogy legfinomabb formájukban kerüljenek a vásárlók elé. Ez a fejlesztés a Bethlen Gábor alap támogatásával valósult meg. A sajtüzemünket szerettük volna bővíteni hűtőboxokkal és sajtérlelő boxokkal. A pályázatot sikeresen megnyertük, ennek a segítségével nagy előrelépéseket tehetünk abban, hogy tovább tudjunk haladni azon a pályán, amit kitűztünk magunknak, és új munkahelyet is tudtunk ezáltal biztosítani egy felvidéki magyar embernek. Így a sajtmanufaktúra már több felvidéki magyar családnak és embernek biztosít megélhetést. Niki az üzemben éppen csokoládés túrókrémet készít, míg Denisa eladóként dolgozik a manufaktúra boltjában immár 2 éve. Adódott ez a lehetőség, Verusék felajánlották, hogy nem szeretnék idejönni, aminek nagyon örültem, mert imádom a sajtokat. A kisgútai bolt választéka igen széles. Van itt tehén és kecskesajt különféle ízesítéssel, sajtba göngyölt sonka, de találunk itt többféle joghurtot, túrót és egyéb tejterméket is. A családi pincészetből származó bor sem hiányozhat a polcokról, ugyanakkor a helyi vállalkozások által előállított méz és szörp se. Ezt a tájfűszeres ide? Akkor a bor. Vagy mi kecske natúr. A bolt nagy népszerűségnek örvendít Gultán, a vevőket mindig szívélyes kiszolgálás várja, többségüket már régi ismerősként üdvözlik a vásárlások alkalmával. Veronika számára Gulta és a családi vállalkozás sokkal többet jelent puszta megélhetési forrásnál. Itt vannak a gyökereink, itt van a családunk, innen származunk, ezt soha nem lehet elfelejteni, bárhol is járunk, mindig ide vágyunk haza. Itt van a házunk, a barátaink, bennünket ide köt minden. Én szeretnék itt boldogulni, itt nevelni föl a gyerekeimet, szeretnék neki ezt a családi gazdaságot majd átadni, hogy ők tudják folytatni, és ne szorodjunk szét a világban. A szülőföld iránti elköteleződés és az összefogás követendő példaként szolgál a felvidéki magyarság számára. Hittel, szorgalommal és kitartással mindenki előtt adott a lehetőség a szülőföldön való boldoguláshoz. A sztálini népirtások kárpátaljai áldozatainak állít emléket az Ungváron megnyitott Terrormúzeum, ahová hamarosan mi is ellátogatunk.